Kedves nézőink, üdvözlöm Önöket, ez itt a Művészbejáró. A mai vendégem egy olyan színművész, akinek arca, hangja, azt gondolom, hogy egyaránt ismert lehet a televízióból, illetve a mozivásznakról. Akkor nézzük, hogy ki is ő. Ő nem más, mint Dányi Krisztián. Szia, nagyon sok szeretettel köszöntelek. Ugye televízió... Mozivásznakról? Hiszen a mozivászonról te nagyon sok világsztárnak a hangját adod. Igen. Azt hittem, hogy arra arcol. Nem, hát azt tudom, hogy a televízióból ugye azért innen-onnan sorozatokból ismerhetnek az emberek, de hogy rengeteg világsztárnak adod ugye a hangját, elsősorban ilyen Jake Gyllenhaal és hasonló jóképű fiatal embereknek. Szoktam mondani, hogy ők se ismernek engem, én se őket, tehát fogalmam sincs, kiről beszélsz. Ismerős a neveit ismerem, de egyébként tudod mi, a filmeket csak így tekercsek be, igen, és kérdezik, hogy mi lesz a követ, nem tudom. Hát én csak úgy 30 másodperceket, meg 30 perceket látok egy 2 órás filmből, nem tudom, nem jegyzem meg a nevét. De egyébként az hogy szokott lenni, hogy például mondjuk egy világsztárnak a hangjára hogy keresik meg a színész? Tehát, hogy külsőre, esetleg a természetes beszédhang hasonlítson? Rendező függő, van amelyik fülre megy, tehát a zenészebb rendező az fülre megy, tehát hangszínre megnézi, hogy tenorális, bariton vagy basszusa az eredeti hangja, van amelyik alkatra, és van amelyik pedig habitusra, tehát hogy milyen a színésznek a hétköznapi kommunikációja, és hogyha visszatekintott a képernyőről, akkor így osztja rá a szerepet. Ugye kamerán kívül elmesélted nekem, hogy éppen egy olasz filmnek a szinkronjából jössz. Vicces volt, igen, egy vígjátéknak, és azt mondtad, hogy milyen nehéz olaszokat szinkronizálni, hiszen nagyon gyorsan beszélnek, és mondjuk ők nem tőmondatokba fejezik ki magukat, hanem mondjuk míg mi 3 szóból ki tudunk egy mondatot fejezni, ők mondjuk 3 mondattal mesélik azt el, hogy az például ti a stúdióban, amikor azt látod, hogy ő 3 mondatot mond, neked viszont 3 szó van írva magyarul, azt hogy szoktátok kijavítani? Vannak már ilyen klisék sajnos, és az a baj, hogy én már meghallom, amikor a tévében valamelyik kolléga ezeket használja, tehát elkezdjük mondjuk az a mondat, hogy én is szeretem, hogy elmegyünk akkor holnap vacsorázni. És ez a mondat, így fordította le a fordító, és az olaszban ez egy kicsivel több, és akkor még utána csempészik, hogy elmegyünk holnap vacsorázni. Ugye szívem? Vagy valami, vagy nem gondolod? Igaz? Tehát még egy szótaggal megtoljuk, amit így, amikor látja a színész, hogy itt szinkronizál, és akkor látod, hogy jó, rövid lesz, és akkor vannak ilyen panelek, amiket így a végére még így belecsempészünk. Hát ezt én már nagyon kihallom, amikor itt is csalt a kolléga, de hát kénytelenek vagyunk csalni, mert hogyha nem csalunk, akkor ott ülnék még mindig abban a stúdióban. Stúdióban, és nem tudtuk volna elkezdeni a felvételt. Egyébként van olyan ország, olyan nyelv, amit nagyon nehezen tudsz megérteni, vagy nagyon nehéz őket leszinkronizálni? A dán filmeket. Pedig a dán krimik annyira jók. Hát az a nyelv, az pusztító. Meg a dán színészek is. Hát tehát ez a sok... Igen. Igen, olyan, mint hogyha elnézést kérek, de olyan, mint hogyha nem is betűket mondanának, hanem különböző hangokat utánoznának. Mondanám neki szívem szerint, hogy nyelj már egyet, és köpjél egyet valahová, mert így nem lehet létezni, de tényleg nagyon nehéz őket. Tehát egyszerűen... Néha felfedezek egy angolnak tűnő szót a nyelvükben, de úgy így vagyok a hollanddal is, de egyébként semmi máshoz nem hasonlítható, tényleg így hörögnek, szerencsétlenek. És egyébként, amikor ott állsz, akkor te érzed azt, hogy mondjuk ez egy intellektuálisabb színész, tehát mondjuk kevesebbet kell a hangoddal játszani, és egy sokkal érzelemdúsabb színész, ott meg többet kell mondjuk a hangoddal is játszani. Tehát, hogy a különböző színészi stílusokat, mert ugye az angolok hát is mások, az ázsiaiak is mások. Hát látod, amit a képernyőn csinál, meg amit hangba csinál. Hát ez a szinkronizálás nem egy bonyolult történet, tehát valaki már megcsinálta, hanem egy kreatív munka. De... Mint egy papagáj, hogyha jól le tudod utánozni, jó persze, azért vannak azok a szintek, amikor belecsempészed te is, és mondjuk még hozzá is adsz pluszba. Szokták mondani, hogy a magyar szinkron zseniális, mert ezek a csodálatos színészek, nem én magamról beszélek, hanem még mondjuk a régiekről, hozzátették a maguk kvalifikációját, és bizony túl is nőttek egy-egy külföldi kollégán, de alapvetően egy bizonyos szintig, hát ott van minden, csak le kell másolni. És honnan van az, hogy mondjuk nagyon sokan elmennek, tudom színészek közül is, szinkronstúdióba tömegezni, kisebb-nagyobb szerepekre,
És gondolom évek az, hogy mondjuk eljussál sorozatok, vagy egy-egy nagy filmnek a főszereplőjének leszinkronizálása, hogy mi kell ahhoz, hogy te megmaradj a szinkronban, és mi kell ahhoz, hogy mondjuk te, aki azért naponta nagy filmeket szinkronizálsz, hogy eljussál odáig. Ezt ugye szerintem a nézők is nagyon kíváncsiak, hiszen ugye aki otthon ül és nézi, nem tudja ezeket. Szerintem nagyon egyszerű. Hát, hogyha jól érzed magad, meg tudsz belőle élni, pénzt keresel vele, akkor csinálod. Ha szarul érzed magad, és nem is hívnak, és nem is tudsz belőle pénzt csinálni, akkor nem csinálod. Aha, tehát hogy te ezt egy kicsit így egyszerűbben fogalmazod, szóval erre is inkább alkalmasnak kell lenni. Meg egy kicsit szeretni is kell. Aha. Én szeretem csinálni, nagyon szeretem csinálni. Azon felül, hogy megélek belőle, és hívnak, szeretem csinálni. Igen, tényleg az ember így becsukja a szemét, akkor tényleg a hangot, az iszonyat sok külföldi színész arca jön velem szembe. De hát ugye te egy színművészetit végzett ugye, színész vagy, aki nagyon sok színházban játszott, legyen az Budapest, legyen az például vidék, ugye Kaposvárt. Ott kezdtem. Ott kezdted, igen, igen. És tudom, hogy a Vix Színházban is voltál, és most... Ott csak gyakorlaton voltam 2 évet. Aha. Dzsungelkönyve volt az első szerep, 96. januárjában. Igen, és azóta egy kicsit váltottál már szerepeket. Most pedig a Nemzeti Színház által, itt a Vidnyánszky Attila által alapított Dériné Színházban, csapatban Dériné játszol. Dériné társulat. Társulatban játszol, akiknek az a elhivatottsága, vagy azért jött létre, ha jól tudom, ez a csoport, hogy vidékre vigyenek színházi előadásokat. Tehát egy utazó színész lettél. Ez mennyivel másabb, mint mondjuk egy kőszínházi színészi lét? Hát az egyikbe utazni kell, a másikba meg csak az adott helyre kell menni. Aha, és akkor mennyivel másabb, mondjuk, ha lementek egy kis faluba, érzed ott egyébként azt, hogy mondjuk ők ritkábban kapnak színházat budapesti színészektől? Hát voltunk olyan helyen, ahol a János Vitézt játszottuk, és kiírják ide, hogy zsiványok. És kérdeztük, hogy mi van odaírva, és nem tudták, most egy kis Mátra falu volt, főleg romák voltak a közönségünk, 8-an vagy 10-en voltak, tehát aha, volt ilyen élmény, nem tudták elolvasni, tehát nézték Isten. Tehát volt ilyen élmény is, de azért a nagy többség nem ez, tehát azért általában olyan helyre járunk, ahol szerintem színházba járó, színház szerető közönség volt, hiszen azért is jönnek el többek között. De tényleg ez egy misszió, és olyan helyekre is megyünk, ahol az eddigi utazó társulatok nem jártak. Tehát olyan mátrai kisfalvakba, vagy borsodi kisfalvakba, Girincs, meg olyan helyeken megyünk néha. Olasz Liszka, ahol volt sajnos az, igen, a tragédia is, hogy néha azért úgy mi is gondolkodunk, hogy ó. De egy szavunk nem lehet, mert profi háttér személyzetünk van, tehát nekünk felépítenek egy focipályán egy olyan színpadot, hogy forog, mozog, csillog, villog, világít. Nekünk csak oda kell menni, azt ki kell bírni, azt a 2,5 órát, 3 órát a transporterrel. És volt olyan ilyen kisebb település, ahol azt mondta mondjuk egy néző, vagy egy gyerek, vagy egy középiskolás fiatal, hogy olyan jó, hogy jöttetek, és gyertek máskor is, és igen, azt gondolom, hogy fogok színházba járni, ha nagy leszek. Nem tudom, tegnap volt egy kisfiú, Martonvásáron játszottuk a Déri néfiasszony, úgymond az ászlóshajónkat, ez egy előadásunk, és egy kisfiú ott a második sorban, vagy harmadik sorban, nagyon jó voltak, és úgy tapsolt, pedig egy elég nehéz előadás, Attila rendezte, és egy 3 órás előadás, tehát... Lehet, hogy ő maga se tudta, hogy színházba járó ember lesz. Azt tudod, hogy ugye régen, még ugye 30-40-50 évvel ezelőtt a nagy sztároknak is le kellett menni kisebb településekre, és ott énekelni kellett, verses esteket adni, irodalmi esteket, tehát, hogy már akkor is azon mondjuk egy Páger Antalnak is le kellett menni, vagy egy Benkő Gyulának le kellett menni mondjuk Körösladányba, és ott adni kellett egy verses estet, hogy a falusi embereknek is kvázi elvigyék a kultúrát. Tehát gondolom, hogy azért ennek a színháznak és a társulatnak akkor most megint van egy ilyen küldetése, nem? És ez szerintem annyira jó, mert például az én szüleim Körösladányban egy ilyen esten ismerkedtek össze, és jöttek össze. Na, képzeld el. Tehát, hogy levinni nekik, kicsit közelebb hozni,
azokat a budapesti nagy színészeket, akik csak mondjuk ők a moziba vagy a televízióban. De hogy tudod, hogy hatással van rájuk ez az egész. És én azt gondolom, hogy ezek nagyon, hiszen én magam is ugye dolgozom utazó színházba, és az mindig annyira jó, amikor látod a lelkes arcokat, és látod azt, hogy mondjuk áll mellettem egy A-kategóriás sztár, és ő csak a televízióból láthatja, és most ott van lent ezen a picike településen is, és például, hogyha valaki odajön előadás után, hogy szeretne fotózkodni, vagy aláírást adni, akkor ezt mindig próbáljuk ilyen nagyon kedvesen nyújtani nekik. És egyébként te hogy látod mondjuk magad 5-10 év múlva? Ezt megszoktam a vendégeimtől kérdezni, mert én azt gondolom, hogy ez ebből nagyon, nagyon jól meg lehet ismerni egy embert. Hát, ha muszáj, akkor még utazom. Uh-huh. Ha nem muszáj, akkor inkább már nem utaznék. Aha. Tehát az egyik kollégám lemért, hogy a tavalyi évadban másfélszer uh-huh. körbeutaztuk a Földet már. Tehát azért ebben a transzporterben ennyi időt eltölteni nem éppen kellemes a deréknak, meg az egész szervezetnek. Biztos, hogy színész leszek, biztos, hogy szinkronizálgatni fogok, színpadi szerepeket lehet, hogy már csak úgy megválogatva, csínyán egyet-egyet-egyet. De hát még nagyon fiatal vagy. De nem baj. Én amikor elkezdtem ezt a pályát, 45 éves koromban abban akartam hagyni, és úgy is volt még akkor, hiszen volt ez a kedvezményes nyugdíjunk. Tehát én hivatalosan már 2 éve nyugdíjba vagyok, csak hát megszüntették idővel. De miért? Mert nem az, tehát az utazószínház jelleg miatt, vagy azért, mert azt érzed, hogy most már a színészi szakmába nem jön esetleg olyan szerep szembe, ami nagyon érdekelne? Nem is azért, hanem ebben nagyon bele lehet fáradni. Tehát amikor az ember csinálja, akkor ezt nagyon kell csinálni. És én nem tudom, miért van ez, biztos az úr szervezi ezt nekünk, de amikor van munka, akkor csőstől van. Tehát rittig akkor hívnak, amikor éppen próba folyamat van, akkor hívnak valami tévésorozatba, akkor hívnak valami. Uh-huh. Tehát így egyszerre minden. Aha, és én ezt szeretném úgy megválogatni. 5 év múlva már szeretném azt csinálni, hogy tényleg, hogy csak évi egy színházi szerep, és mondjuk hetente egyszer szinkronizáljak. Hát, ha van ilyen. Én ebben bízom. Szeretnél egy rendszert az életedben? Azt gondolod, hogy ez hiányzik? Egyfelől rendszert, meg kevesebbet. Tehát, hogy ne kelljen megfeszülnöm, hogy tényleg minden csőstől. De te szoktál énekelni is, meg ugye egy ilyen sokoldalú színész vagy te. Tehát itt ülsz szerényen, és amúgy hihetetlen sok mindent csinálsz. Színházba játszott, televíziós sorozatba forgatsz, énekelsz. Nagyon nehéz elképzelni rólad, hogy pont egy ilyen színész, aki sok mindent csinál, az mondjuk azt mondja, hogy 5-10 év múlva már nem biztos, hogy... Vagy gondolkodtál azon, hogy ugye sokan a színházon kívül belefognak magán életi dolgokban, mondjuk egy másik pályát, egy másik művészeti ágat, vagy valami teljesen civil dolog felé fordul. Vagy benned van valami ilyesmi esetleg? Nyulakat szeretnék tartani, meg paradicsomot, meg paprikát, meg hagymát termeszteni, meg talán uborkát, meg borsót. Igen, tehát abszolút hétköznapi életre vágysz. Meg horgászni szeretnék. De a szakmai nehézségek miatt fordultál el, vagy az éréssel, hogy emberileg érsz, rájöttél, hogy Dányi Krisztián lehet, hogy egy egyszerű hétköznapi ember is erre vágyik. Mindig is egy egyszerű hétköznapi ember voltam, csak a munkám volt nem egyszerű és nem hétköznapi. De hát nem kell ennyit dolgozni már, ahogy idősödik, tényleg ezek a színészek is még 80 évesen is felmennek, nyomják. Nem irigylem őket. Jó, ez az életük, és lehet, hogy nekem is ez egyébként sajnos, de olyan jó lenne tényleg csak paprikát, meg paradicsomot termelni. De tudod, hogy tehát a 80 éves szerepeket mondjuk azért jó, ha egy 80 éves játssza el. Igen, nem állt. Azt tudod, hogy most az előbb teljesen kívülről beszéltél a színház és a színészekről, hogy ezek a színészek. Hát igen, eszembe jutott Bodrogi Gyuszi bácsi, aki 84, és még mindig tolja ezerrel. Hát, jó, hát ő a Bodrogi Gyula, ő tolja is, de hát az kemény lehet. Akkor neked már nem az a fontos, hogy kapjál egyfajta szeretetet és energiát a nézőktől, mert tudod, hogy vannak azok a típusú színészek, akik úgy öregszenek meg, hogy azért kell, vagy legyen az énekes, bármilyen előadó művészeti ágban létező ember, hogy azért
Szeretném mindig a színpadra menni, nem a magamutogatás, hanem szüksége van a nézőktől kapott szeretetre és energiára. Értem, de ehhez nevet kellene kovácsolni. Hát nekem úgy igazából nincs nevem, meg arcom se. Tehát arc nélküli és név nélküli színészként létezni, azért ez nem te, olyan... Te lehet, hogy nem jó polcra teszed magad, hiszen a Dányi Krisztián azért a nagyon sok mindenkinek. A hangomat megismerik még a közértben is. Tehát bemegyek, jó napot kívánok, kérek egy doboz akármit. És az, ó, nagyon ismerős hangja, de arcról hát nem nagyon ismernek engem meg. Dehogy Isten! Nem. Szerintem te azt képzeld el, hogy volt egy másik kollégám is, ugye, aki színész kollega, aki szintén rengeteget szinkronizál, és akkor jöttem rá, amikor beszélgettem vele, hogy nem jó polcra teszi magát. Tehát, hogy én szerintem a te arcod szerintem abszolút ismerős. Én simán fel tudok szállni a 4-es, 6-osból, hogy senki nem ismer. Igen. Vagy lehet, hogy persze nekem... Ha megszólalok, az más, de egyébként... És szokott, hogy felkapják az emberek a fejüket? Igen, az mindig megüti a fejüket, igen. De az is szerintem, hogy és nagyon... És vannak olyan fülű emberek, akik maga nem a Lostban volt az a izé, az a pulyka tojás? Hát mondom, de. És volt, hogy így azt mondta, volt, hogy... Volt, igen, egy teljesen ismeretlen ember, már nem is tudom, hogy lettem bele, és olyan jó füle volt, hogy vagy csak rá volt kattamba erre a... Lost című sorozatra, de megismert belőle. De jó, de szerintem ez egy fajta dicséret, nem? Igen, ez jól esik az embernek, és ha ez lenne az arcommal is, akkor persze, én is azt mondanám, hogy még 80 évesen is hagyd csináljam, de így, hogy egy, tehát így... Aha. Lehet, hogy 5-10 év múlva megint újra beszélgetünk, akkor azt mondta, hogy igen, hogy amikor azt mondtam, hogy én uborkát szeretnék és nyulakat, de közben még mindig egy évadban 5 főszerepet játszom, ahhoz képest már lehet, hogy ez változik benned? Hát nem tudom, ha az a sorsom. Tudod, ebben a szakmában, Erika, te is nyomod az ipart, hogy ha hívnak, menni kell. Igen. Igen, tehát hogyha sokat nemet mondasz, akkor nem ott nyílik a füzet. Tehát... Jó, de azért ígérd meg nekünk, hogy azért nem holnap csukod be az ajtót, és azért még a színházakban, illetve a szinkronban azért még sokáig fogjuk hallani a hangodat. Hát amíg 45 millió forint hitelem van, akkor mert annyi van. Köszönöm szépen, hogy az ilyen őszinte vagy, és látod, más, egy bulvár sajtó könyörögne az ilyen információkért, te meg ide leülsz velem szembe, és ilyen egyszerűen, egyébként az életben is ilyen vagy, hogy nagyon egyenes vagy, és őszinte, tehát ennyire őszinte vagy? Hát megtanultam, hogy nem szabad, de hát azért jobban esik úgy. Jobb, igen, tehát, hogy ilyen egyenes ember vagy, és kimondod az, ami... De nem, nem visz előre. lehet, hogy azért nem te játszod a Petőfi film főszerepét. Nem hiszem, nem, hát ahhoz már öreg vagyok, és Nándi elég jól áll neki. Igen, az, hogy... tudom, jó, csak ezt egy ilyen fricskaként, vagy ilyen kicsit ilyen szarkasztikus humorként szerettem. Sajnos 47 volna. Éves Petőfit már nem tudjuk, hogy nézett ki. Így van. Viszont a 20 éves lesz még. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és hogy ilyen őszinte voltál, és remélem, hogy 5-10 év múlva esetleg itt vagy máshol visszatérhetünk erre, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy tényleg úgy változott-e meg az életed. Köszönöm szépen a beszélgetést. Én köszönöm. Kedves nézőink, ez volt a Művészbejáró, találkozunk jövő héten is. Viszontlátásra!